Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem nevezhető a vitorlásport mekkájának, ennek ellenére van egy társaság, aminek tagjai közül már többen kiléptek a nemzetközi parandra. Néhány évvel ezelőtt egy lelkes sportember vásárolt 5 kishajót, majd vitorlástábor szervezett a Leveleki tavon. Az első táborok után jöttek a versenyek, aztán az eredmények is. Jelenleg 3 páros versenyez a török széling színeiben. Tavaly előtt volt egy nagyon-nagyon jó szezonunk, akkor volt egy verseny, amit megnyertünk, a Balatonfüredélyak Klubnak volt egy az Eresfeva a hajóosztályban kiírt versenye. Ezt megnyertük, ott volt még valamelyik versenyen egy 3. helyünk, és az ilyen jó eredménynek számított. Folonikában tavaly előtt a világbajnokságon, bronzcsoportban azt hiszem talán a 3. legjobb helyen végeztek a fiúk, azok jó eredménynek számítottak, és mondom ezt leginkább azért, hogy jó eredménynek számítottak, mert akkor még 12-13 évesek voltak, Zsiga most is 14 éves, és ugye ez egy U19-ig, tehát 19 éves korig tartó hajóosztály, tehát ahhoz képest nagyon jó a mostani helyezésük is, 4. helyen zárták idén is a magyar ranglistát. Török Zsigmond a karate és a vízilabda után kötött ki a vitorlázásnál, és az idei eredményeket tekintve jó döntésnek bizonyult a váltás. A magyar ranglistán 4. helyen zártuk az évet, és az országos bajnokságon 5. lettünk. Igazából a VB-n az ezüst csoportban zártuk a verseny végét, még ezüst csoportban ebben a hajóban még senki nem volt VB-n, és magyarok közül, és Csehországban pedig mi lettünk az első magyarok. Ebben a szezonban áprilistól kezdve októberre bezárólag 86 napot voltak vízen a török széling versenyzői. A török Zsigmond Kántor Dávid páros az angliai világbajnokságon és a csehországi Európa bajnokságon is rajthoz állt az Eresfeva hajóosztályban. Szeretnénk megnyerni az OB-t, ez idén is cél volt, de idén nem értünk sajnos oda. Nem volt messze, de végül nem értünk oda a dobogóra. Az lenne jó, hogyha ezt jövőre az első csapat a fiúk le tudnák hozni, és azt remélem, hogy utána következő évben pedig mondjuk így, hogy a második csapat, de ez nem rangsor közöttük, hanem ugye ki mióta vitornázik című kérdés, de azt szeretném, hogy utána következő évben pedig Tiliscsák Bencéjék is odaérjenek majd a dobogóra. A jövő évi célok között szerepel még, hogy a 3 hajó helyett a következő évben már 4 esik versenyezen a török széling színeiben. A világbajnokságot Olaszországban rendezik, az Európa-bajnokság pedig jó eséllyel a Balatonon lesz. A török Zsigmond Kántor Dávid páros reményeik szerint mindkét viadalon ott lesz majd a mezőnyben.